Szép jösset kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nehéz helyzetbe került a halászati ágazat. A veszteségek már most éreztetik hatásukat a koronavírus járvány okozta hatást. Itt tehát a szaktárca, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segítsége elengedhetetlen a megoldáshoz. A húsvét előtti beszélgetésünkre utalnék, amikor arról beszélgettünk, hogy számos negatív következményekkel jár a koronavírus járvány. Ez nyilván ez akkor egy jóslat volt, de mi történt húsvét tájékán a halértékesítéssel? Hát sajnos a jóslatnak a negatív része jött inkább be. Nyilván a mozgás korlátozásból adódóan, amelyet nagyon helyesen elrendeltek az önkormányzatok is, országos felrendelésre került, hát sokkal kevesebb ember mozgott. Mi úgy oldottuk meg a húsvéti halálását, hogy megrendelésre tudtunk csak halat adni, tehát előkészítettük a megrendelt halcsomagot, és az illetőnek a kezébe nyomtuk, aki egy vagy több vevő képviselőként eljött és elvitte a csomagot. Hát nyilván ez azt jelentett, hogy körülbelül 30%-a volt az értékesítésünk annak, ami normál húsvétokon szokott történni. Én nagyon örültem annak a kialakult szokásnak, ami most nyilván nem működött, hogy kijött a család, a kisgyerek, a nagypapa, megnézték a halakat, válogatta, kérdeztek, és hát volt egy ilyen jó kis élet a halastanya körül. Hát ennek most teljesen vége volt, hogy a kollégáim maszkba és kesztyűbe dolgoztak, és hát ahogy mondtam, volt, le kellett állítani a közvetlen itt létet, le kellett zárnunk Réti Majort, mert nem engedhettük azt meg, hogy akár a kollégáink, akár mások képességét veszi. Tehát sajnos a negatív trend, ami a fogyasztást illeti, az folytatódott a járvány kapcsán. Általában a belföldi kereskedelemben is csökkent a halforgalom? Gondolok itt elsősorban arra, hogy bezártak az éttermek, meg a vendéglátóegységek is. Hát ugye a két ága volt, az egyik a klasszikus nagybóti forgalom, ami a Tesco-kat, nagyáruházakat, illetve meg a csarnokokat, jelentősen csökkent a vevők száma. Ugye ez is látható. Ugye a korlátozások, hogy egy-egy légtérben néhány ember tartózkodott, azt jelentette, hogy hát sokkal kevesebben voltak az áruházakban, tehát lecsökkent erősen a forgalmunk. Ami pedig a szektor intenzív részét illeti, az afrikai harcsa és a toktermelőket, akik ugye melegvizes területen állítják elő, és általában ők voltak azok, akik az áruházláncok mellett a teljes élelmiszer forgalomnál a vendéglátóipar szolgálták ki, hát ott teljesen megállt az élet, de ott egyszer nincs forgalom értelemszerűen. A kiszállítások, mert ugye mindenki próbálkozik túlélni ezt az időszakot valahogy, mármint az éttermek és vendéglátóhelyek, vagy halsütők és egyéb vendéglátós létesítmények. Tehát ez a kiszállításos rendszer vidéken különösen nehézkesen működik. Egyrészt már rengeteg ember otthon van és főzőcskézik, másrészt pedig, hát ugye vidéken nem szokták meg az emberek azt, hogy akár elmennek érte, akár helyre szállítják az élelmiszert, vagy az élelmet, pontosabban a megfőtt élelmet. Nagyon nehézkesen megy, ez csak inkább ilyen sebb tapasz. Magyarul leállt a vendéglátóipari forgalom, nyugodtan mondhatom, hogy minimum 80%-a vidéken. Főváros egy kicsit talán másabb, tehát nyilván ott se az óriás és irodaházak dolgozói rendelnek, hanem azok, akik hazakerültek, és hát inkább az olcsó kategóriát rendelik, ami arra alkalmas, hogy elvigye az étvágyunkat, de hát nem az, mintha be lehet ülni és válogatni, és nem csak örülni egy étel ízének, hanem a látványnak, az egész szituációnak, hogy ott lehetünk. Hát ezeket sajnos most a vírus elsöpörte. Miként érinti az exportot a koronavírus? Egyelőre nem látjuk az alagút végét, mert minden szállítás megállt. Ugye ilyenkor hagyományosan Romániába szállítunk, minden mozgás megállt Románia felé. Ugyanezzel a jelenséggel szembesülnek ők is, mint mi, hogy ugye a fogyasztás visszaesett, és hát inkább olyan cikkek felé fordult, amelyekből egyszerre többet lehet bevásárolni, vagy házhoz szállítják, és hát lecsökkent a forgalom mindenütt náluk is. Tehát mondhatom azt nyugodt szívvel, hogy Európát a friss hal szempontjából térdre kényszerítette ez a jelenlegi hal termék szempontjából hátrányos helyzetbe került a többi eltartható élelmiszerrel szemben, tehát nyilván egy csirke mellett, ami mondjuk vágófóliázva van, az könnyebb eladni, meg eltartani, meg százhoz szállítani, mint mondjuk a halat. Mi történhet a bent ragadt halállománnyal, hiszen olvassuk, hogy a jóslás szerint áprilisban és májusban, ha felmelegszik a víz, akkor nem fogják bírni a tárolást. Hála Istennek, itt azért látszik az alagút végén már.
A FÉNY, a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Magyar Halászati és Akvakultúra Szövetség, illetve a Agrárkamara és a Nemzeti Agrárkamara és a Minisztérium együttes munkájának, lobbijának köszönhetően úgy tűnik, hogy egy állami támogatással, amelynek a lényege az lenne, hogy a fennmaradt halkészleteket, amelynek az ellenőrzése már megkezdődött, a fennmaradt halkészleteket, amelyek nem értékesíthetők, az állam a saját vizeibe helyezi ki. Ez a 3 éves pontyokat jelenti, amelyeket lehalászunk, de piac híján nem tudjuk hova tenni, és elállják az útját a következő korosztályok népesítésének. Ezt a készletet az állam úgy tűnik, hogy hajlandó lesz átvállalni és kihelyezi a saját vizeibe. Ezzel egyszerre két legyet is ütnek, egyrészt ez a készlet nem semmisül meg és nem megy tönkre, másrészt pedig az állam vizeibe tovább gyarapodva a horgászok érdekeit szolgálja, és a Magyarországos Horgász Szövetség is nyugodtan mondhatott neveket is, Lélel István vezetésével, aki a szakmai főigazgató, hatalmas munkát végzett, hogy a különböző horgászvizek telepíthetőségét, illetve hát a elosztás arányait meghatározzák, és ha a kormánydöntés aláírásra kerül, akkor ez a 6 liter 2-3 héten belül kikerülhet az élővizekbe, így mentesülünk a kártól, az állam egy csökkentett áron jön, de kifizeti nekünk, és hát ugye a másik oldalon pedig humán oldalon úgy érvényesül, hogy ezt majd a horgászok kifogják, aztán fogyasztásra kerül, tehát végül is egy jó menekülési útja és módja ez, amelyet a kormány segítségével a érdekképviseletek kitaláltak itt az Országos Horgászszövetség. Egyébként vannak-e ellátási problémák táp és az ágazat működése szempontjából fontos? Nem. Teljes mértékben működik minden, nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy se szállítási, se tápellátási, se takarmányos problémáik nincsenek. Nyilván azok a cégek kerültek most egy kicsit bajba, akik diverzifikált tevékenységet folytattak, tehát például mi is, hogy egy jelentős turisztikai árbevétele rendelkeztünk, aminek most a gasztronómiai oldalát, tehát a halászcsárda bezárása, a réti majori turisztikai korlátok, a szálláshelyek, hát ezek bizony kiestek a forgalomból, és hát 10 emberünket, 10 nagyon kedves munkatársunkat, azt most más területen kell foglalkoztatnunk, és hát várjuk azokat a lehetőségeket, hogy az ő munkabérükkel valamilyen támogatási formába beleférjünk majd. Itt egy kicsit hátrányba került az ágazat azzal, hogy ugye a támogatás az 50% jelenlegi variációja, amelyet nyilván nem végleges még, az 50%-ban turisztikai célra foglalkoztatottakat támogatná. Nálunk ez nincs 50%, de azt gondolom, és ez volt az előző időszaknak a legfontosabb törekvése, hogy a több lábon állás érdekében minél több divers tevékenységet folytassunk, az alaptevékenységhez kapcsolódó, de nem azt végző, tehát nem halat termeltek ezek a kollégák, és nem halakat etettek vagy gondoztak, hanem a halászcsárdát gondozták, a pincét működtették, a szálláshelyeket működtették, de nem ért el az árbevétel a cég 50%-át, tehát ezeket a kisegítő ágazatokat is figyelembe kell venni, és remélem, hogy a következő időszak kárenyhítési folyamataiba mi is belekerülünk, hiszen ha egy picit előrébb lépünk és ugrunk egyet, remélhetőleg mondjuk ősszel már ez a rendít teljesen helyreáll, akkor ezek nagyon-nagyon sokat számítanak ahhoz, hogy az élet tovább folytatódjon. Csak mondanám, és nem filozofálva, ugye az előző időszakokban úgy tudtuk az összes halászatba bekövetkező negatív eseményt, rossz feleket, madárkát, és egyebeket átvészelni, hogy ott volt mellette az a horgászturisztikai vagy gasztronómiai tevékenységünk, a turisztikai ágazat, amelyik ezeket kompenzálta azzal, hogy az utolsó 3 évben egy folyamatos fejlődés részesei voltunk. Most ez az ágazat ütődött meg, sajnos az alaptevékenységgel együtt, és most azt mondom, hogy egy sérült alaptevékenységnek kell eltartani és kitartani addig, amíg a turisztikai ágazat újra felépül, és remélhetőleg jövő ilyenkor már csak egy rossz emlék lesz mindaz, ami most Európában vagy a világon történik. Tehát nagyon fontos lenne, azt akarom az egészből kihozni, hogy az alaptevékenység kínjai mellett, ami most a piacvesztésből adódott, segítse azokat a kisegítő ágazatokat is, amelyeknek az elvesztése, vagy ahol a munkahelyek megtartásának a problémája bizony nyomja az ágazatot. Nem szeretném, ha jóslásokba bocsátkozna, de körülbelül mikorra várható, hogy az ágazat visszatér a normális kerékvágásba, ha lecseng a koronavírus?
Nem lehet elválasztani az általános gazdasági helyzettől. Nagyon-nagyon fontos az, hogy Magyarország hogy tud kilábalni a krízisből, hiszen a turisztikai ágazat léte és a halászati ágazat is, mi nem vagyunk alaptevékenység. Tehát most azt mondom, hogy a tej, kenyér, a klasszikus húsügyi ellátása Magyarországon nem lehet kérdéses, bármilyen gazdasági helyzet van. Magyarországon éhen senki nem hal. Tehát abból az értelemben véve, hogy itt ne termelődne meg, vagy ne lenne rendelkezésre állva bármilyen alapvető élelmiszer. De ugye azért a hal, meg a hozzá kapcsolódó szolgáltatás rendszer, a turizmus is, azért az egy másik kategória már. Itt nagyon fontos az, hogy mennyi pénzt visznek haza az emberek. Nagyon fontos, hogy hogy tartsák meg azokat a kártya rendszereket, amelyekből sajnos már egy-egy cég szabadulván ezektől is jelentős problémát okozott. Ugye egy kicsit ez a szolgáltatás rendszer attól függ, hogy nem kicsit, teljes mértékben. Mennyi olyan pénzük van az embereknek, amelyek az alapvető életfunkciók felett elkölthetővé válnak, vagy újra elkölthetők, mert nyilván fűtés, rezsit, gyerektandíjat, egyéb szolgáltatásokat meg kell fizetni, és a fölötte maradó rész az, ami arra a kategóriára kerül, ami a fogyasztás, a turisztika és hát a vendéglátás újraéledése. Jogsásokba csadók bocsátkozni, a világ trendjei a fontosak. Hála Istennek azt látjuk, hogy a hozzá közel álló országok már bontják szét a falakat, és próbálják meg széthúzni ezt a nagyon kemény rendszert, aminek az életvédelme volt a célja, és észszerű kockázatok mellett indítani újra a gazdaságot, gondolok itt Ausztriára és Németországra. Remélem, hogy hamarosan egy olyan vakcina vagy eljárás kerülhet a forgalomba, amelyik gyorsítja azt a rehabilitációt, amit az egész élet szenved most el, benne természetesen a halászati ágazat is. Nagy lépésre szánták el magukat a Vadex soponyai vadfeldolgozó üzemében. Rövidesen megnyúlik a továbbfeldolgozásra alkalmas üzemrész, ahol különböző egyedi termékeket készítenek. A mai műsorunkban, az Agrárinfóban egy nagyon fontos témát fogunk feldolgozni, ugyanis Soponyán vagyunk a Vadex ZRT vadfeldolgozó üzemében, és nem csak a vadfeldolgozó üzemről fogunk beszélgetni a igazgatóval, Lőrinc Attilával, hanem arról is, hogy egy tovább gondolták ezt, tehát tovább feldolgozó üzem is épül, ráadásul egy olyan minőségben, ami azt hiszem, hogy a vadhúst eddig nem kedvelők számára is egy óriási hír. Nos, ahhoz azonban, hogy megismerjük, hogy honnét jött ez a gondolat, és hol tart a megvalósítás. Először egy kicsit ássunk a mélyére, és nézzük meg a Vadex ZRT-t, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a közém-dunántúli régió legnagyobb vadásztársasága, illetve egy olyan székesfehérvári központú vállalat, ami erdő- és vadgazdálkodással foglalkozik elsősorban. Itt a soponyai üzemben pedig tudjuk, hogy vadhúsfelvásárlás, feldolgozás és értékesítés is folyik. Ismerkedjünk meg egy kicsit az üzemmel, hiszen Idestova 40 esztendeje működik ez az üzem. Sőt, több mint 40 esztendeje, 1973 óta, 73-ban alapították az üzemet. Talán annyit a Vadex ZRT-ről, hogy több üzletága van, ahogy elmondta, erdő- és vadgazdálkodással foglalkozik, fafeldolgozással, vadfeldolgozással, turizmussal, tehát nagyon szerteágazó a feladatköre. Igen, ahogy említette, itt vagyunk Soponyán, a vadfeldolgozó üzemben. Itt mi az alapprofilunknak megfelelően tőkehús előállítással foglalkozunk jelenleg is. Gyakorlatilag mi vagyunk Magyarország egyik legnagyobb vadfeldolgozó üzeme. Ha nem a kapacitásokat tekintve, talán megkockáztatom, hogy az egyik legnagyobb üzem. Az éves kapacitásunk, az éves feldolgozó kapacitásunk alapanyagra vonatkozóan olyan 1500-1600, maximálisan ilyen 1800 tonna szőrbe-bőrbe lévő zsigerelt vadat jelent. Ez főleg a négy nagy vadfajból tevődik össze alapvetően, tehát szarvas, vaddisznó, őz és muflon. Az ebből készített késztermékünk, vagyis tőkehús termékünk, illetve egyéb kereskedelmi forgalomba kerülő termékünk olyan 1000-1100 tonnát tesz ki évente, tehát nagyon nagy volumenről van szó.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen volumenű ez a gazdálkodás, ahhoz tudnunk kell, hogy mennyit dolgoznak fel. Ugye 8000 tonnáról beszélünk Magyarországon, ez egy rendkívüli mennyiség. Ugyanakkor, hogy megértsük azt is, hogy a tovább feldolgozásra miért van szükség, egy kicsit evezzünk a mélyre, nézzük meg, hogy mennyire népszerű hazánkban a vathús. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a szélesebb fogyasztó réteg körében nem ismert, vagy adott esetben előfordul, hogy nem népszerű. Ennek több oka van. Elsősorban az oka, hogy szélesebb körben a vadfogyasztásnak csak a karácsonyi ünnepkörben van hagyománya. Tehát azon kívül az év többi időszakában a magyar fogyasztók gyakorlatilag nem esznek vathúst szélesebb körben. A 8000 tonna földolgozott termék azt jelenti, hogy ha egy főre vonatkoztatom, csak gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk 10 millió főre vonatkoztatom, akkor gyakorlatilag az nem egészen 1 kilóra jön ki fejenként. Tehát ennyi a rendelkezésre álló vathús mennyiség Magyarországon, de ami gyakorlati szempontból elfogyaszt, közel 30 deka, tehát ennek kevesebb, mint a fele. Nagyon komoly szándékunk az, hogy a magyar piacra egy reális választást fogunk tudni adni, vagy szeretnénk adni vathús alapon, mind készítmény, mind pedig tőkehús alapon. A probléma több részből tevődik össze. Az alapvető probléma az, hogy a magyar háziasszonyok, a magyar emberek, akik otthon főznek, félnek a vathústól. Félnek, hogy mellékíze van, hogy kemény lesz, hogy nehéz elkészíteni, hogy nem fog sikerülni, hogy hosszú időn keresztül tart, tehát több órán keresztül ott kell állni a konyhába mellette. Ez egy nagyon klasszikus feldolgozás. A mai modern vathúst azt gyakorlatilag teljesen versenyképessé tudjuk tenni az egyéb hús alapanyagokkal. Tehát az elkészítési ideje mondjuk egy sült vadnak 15-20 perc, és csodálatosan omlós, finom, egyszerű, nem kell tőle félni, nincs mellékíze, tehát nincs fújolás a konyhában. Én bátran merem ajánlani, a mi szándékunk az, hogy egyfajta kényelmi csomagolásban adjuk oda a fogyasztók részére. Tehát mondok egy példát. Ha valaki éppen aznap egy vathús szeretne elfogyasztani, és mondjuk ketten vannak az adott háztartásban, akkor le tudjon emelni a polcról egy fogyasztásra kész, tehát egy teljesen előkészített, mondjuk pácolt szelethúst, amiben tételezzük föl kettő szelet van, teljesen konyhakészre előkészítve, kényelmi csomagolásban, hazaviszi, fölbontja, negyed óra alatt készre süti, és kint van az asztalon, és gyakorlatilag nem fizet érte többet, mintha mondjuk sertésből vagy marhából készíteni el ezt a sült húst. Tehát egy ilyen választásra gondolok, amikor reális az, hogy valaki úgy dönt, hogy ma mondjuk szarvast fogyaszt, vagy éppen sertést fogyaszt, vagy csirkét. Világos, tehát ön sútba dobta a sztereotípiákat, és ennek gondolatsor mentén próbálják, illetve meg is valósítják a továbbfeldolgozást. Melyek voltak az alapvetések, hiszen nyilvánvaló, hogy ez nem egy egyik pillanatról a másikra. Hogy kezdődött? Én körülbelül egy éve vagyok itt a cégnél, előtte is húsiparban tevékenykedtem, nagy húsipari céget vezettem. Az egy év alatt gyakorlatilag az derült ki, hogy körülbelül 3,5-4 évvel ezelőtt a cég vezetése már látta azokat a piaci folyamatokat, mindazonáltal például az afrikai sertéspestis terjedésével kapcsolatos kihívásokat is, amely kapcsán elkezdett új utakat keresni. Elkezdte föltárni, fölkutatni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudunk talpon maradni, hogyan tudunk mind hazai, mind nemzetközi szinten versenyképesek maradni a most már elkövetkezett időszakban is. És akkor több elképzelés kezdemény volt még a tárházban.
Fölmerült konzervüzem létesítése például, fölmerült pet food, majd aztán utána pedig fölmerült az úgynevezett továbbfeldolgozó vagy készítményüzem létesítése is. Végeredményben a készítményüzem vagy a továbbfeldolgozó üzem volt az, ami kiállta úgymond az idő próbáját, tehát egy olyan üzem, ahol gyakorlatilag szinte bármit meg tudunk valósítani a mi kapacitásunknak megfelelő méretekben. Tehát itt mondjuk azt mondtam az előbb, hogy olyan 1100 tonna késztermékünk van. Nyilván nem szeretnénk ezt az 1100 tonna készterméket 100%-ban készítményé alakítani, de egy részét igen. Tehát a mi kapacitásunk az gyakorlatilag erre alapul. Itt olyan rúdárukat, vékony rúdárukat, vastag rúdárukat, virsliféléket, grillkolbászféléket, debreceni jubélbe, kecskebélbe, kollagénbélbe, sertésvékonybélbe, aki ért ehhez, az megérti, de gyakorlatilag olyan termékeket fogunk előállítani, ami ma is kapható az üzletekben, csak nem vadalapon. Tehát, hogy olyan kuriózumot tudunk ehhez hozzátenni egy olyan magas szintű földolgozó üzemben, egy olyan magas szintű minőségi környezetben, itt említem meg, hogy például IFS minőségirányítási rendszert fogunk üzemeltetni, aminek a bevezetése folyamatban van, amivel a legszigorúbb követelményeknek is meg fogunk tudni felállni. Ezen túlmenően például vastag rúdárukat, sonkaféléket, főtt sonkaféléket, mozaikos termékeket, turista jellegű termékeket fogunk tudni csinálni. Van egy komplett konzervüzemi gépsorunk, ahol üveges konzerveket fogunk tudni előállítani. Nem csak töltjük, zárjuk, de címkézzük is. Komoly autoklávunk lesz. Olyan főző-füstölő kapacitással rendelkezünk, amivel nagyon komoly, nagyon magas minőségű termékeket fogunk tudni előállítani. Ezen túlmenően friss alapanyagokból is formázott darált hús termékeket fogunk tudni előállítani. Gondolok itt például a hamburger pogácsára, a csevapra, de akár a darált húsra is, tehát amivel komoly versenyképességet fogunk jelenteni, komoly versenyképességünk lesz a más alapanyagokból dolgozó üzemekkel, termékekkel szemben. Pácolt húsokat fogunk tudni előállítani, késztermékeket, szubidált terméket, szeletelt árut, kockázott, csíkozott árut, tehát gyakorlatilag szinte a teljes húsipari tárházat le fogjuk tudni fedni. Ehhez gyakorlatilag a gépészet, az üzemgépészet, az épület, az infrastruktúra, a vállalatirányítási rendszer, a humán erőforrás, minden olyan szükséges feltétel rendelkezésünkre áll. Ezen nagyon sokat dolgoztunk, de már elértük azt, hogy minden egy helyen megvan, amivel el fogunk tudni kezdeni nagyon rövid távon belül termékeket gyártani. Tehát a mennyiség és a minőség kézen fogva jár, ebben az értelemben a klasszikust megtartják és egy új utat választottak. Hogyan talált ehhez munkatársakat? Hiszen azt gondolom, hogy a Vadex vezetése abban a pillanatban elfogadta ezt a gondolatsort, ezt az ötletet, viszont ehhez azért nagyon is sok minden kell. Tehát kellenek először munkatársak, utána pedig a tárgyi eszközök. Tehát először is, hogy miben sikerül ezt megvalósítani, hol tartanak most a megvalósításban? Munkatársak tekintetében én, amikor ide kerültem egy év alatt, döbbenten álltam a cég kapujában. Gyakorlatilag több szakembere, több hentessel rendelkezünk, mint a legtöbb nagy üzem. Tehát olyan perspektívát, olyan kiszámíthatóságot, olyan megbízhatóságot nyújt ez a cég, hogy adott esetben évtizedek óta, sőt, döntő többségében évtizedek óta itt dolgozó, kiváló szakemberekkel tudunk dolgozni. Egyébként egy kicsit eltérve a kérdéstől, rátérve egy picit a tőkehús üzemre, ugye a legmagasabb szintű nyugat-európai és hazai követelményeknek megfelelő termékeket tudjuk előállítani. Gyakorlatilag név szerint, tehát Vadex név szerint keresik Nyugat-Európában a termékeinket. És ez semmi másnak nem köszönhető, mint annak, hogy olyan kollégákkal, olyan szakemberekkel, olyan hentesekkel, olyan elhivatott és lojális kollégákkal rendelkezünk, akik itt vannak körülöttünk, és én az egyik legfontosabb feladatomnak tartom azt,
hogy ezeket a kollégákat megtartsuk itt, ebben az üzemben. Ennek az üzemnek túl a gépészeten, a motiváción a legnagyobb értéke az, hogy ilyen kollégák vesznek minket körbe, és gyakorlatilag mindent tudnak, minden a kis súlyukban van. Visszatérve a kérdésre, egy kis létszámmal indulunk el, tehát egy 10 alatti létszámmal tervezzük indítani az üzemet. Ehhez gyakorlatilag a mostani szituációban az induláshoz lezajlottak a toborzások saját emberekből, és üzemvezetőnek pedig, tehát a továbbfeldolgozó üzemvezetőjének pedig egy olyan kiváló, nagy tapasztalattal rendelkező kollégát sikerült a munkaerőpiacról találni, akivel már nem csak a megegyezés, hanem a próbák, vagy az előzetes próbák is megtörténtek, és kiválóan szerepelt a társaság. Tehát csodálatosan összehangolódtak a mi embereink, akiket átemeltünk a tőkehús üzemből, és az új vezetés szemlélete, munkakedve, tudása, tapasztalata. Csodálatos volt látni azt, ahogy a csapat összekovácsolódik, és együtt tud dolgozni. Úgyhogy a válasz az, hogy egyrészt saját emberekből és egy nagyon minimális, egyelőre egy főt jelentő idegen, vagy hát kívülről talált munkaerővel tudtuk ezt megoldani. Önök úgy fogalmaztak, hogy valódi mindennapos választási alternatívát kínálnak a vásárlóknak, tehát ha már a vásárlóknál tartunk, akkor hol lehet ezeket az új termékeket megvásárolni, hiszen nagyon fontos, hogy a nagy áruházláncokban is elérhető legyen, illetve a kiskereskedelmi forgalomban. Gondoltak erre? Persze. Nagyon komoly törekvésünk az, hogy a magyarországi kiskereskedelmi láncokba szeretnénk bekerülni, hiszen ezért is alakítjuk ki ezt a minőségirányítási rendszert. Az az alapja tulajdonképpen, hogy be tudjunk lépni, tehát hogy transzparensek legyünk, hogy a nyomon követőségünk meglegyen, hogy amit mondunk, az amögött legyen tartalom is. A másik az, hogy nagyon el kellett gondolkozni azon, és azért ehhez kellett egy tapasztalat a kereskedelem részéről, vagy a kereskedelemből, hogy az ember fölismerje azt, hogy bizony ez a termék mennyiség itt most naponta mondjuk 1 tonna, másfél, 2 tonna, az üzemkapacitása egyébként kb. 5 tonna naponta jelen körülmények között, tehát jelen infrastruktúrális háttérrel. Tudjuk ezt növelni, ha majd igény lesz rá, de egyelőre ennyi. Viszont a terveink szerint indulásnál ilyen naponta 1-2 tonna készterméket szeretnénk produkálni. Ez már egy megtérülés biztosít az üzem számára, viszont ez egy nagy üzem szempontjából, vagy egy nagy üzem szemszögéből nem sok, de a mi szemszögünkből pedig és az eladás szempontjából viszont egy nagyon komoly kihívást jelent. Hogyha én abba gondolkozok, hogy a termékeinket bizony nem évente egyszer szeretném fölkínálni a fogyasztóknak mondjuk egy karácsonyi időszakban, amikor mondjuk, bocsánat a példáért, de mondjuk 10 deka sonkát, vagy fél kiló sonkát megvesz valaki, vagy egy csomag tőkehúst megvesz valaki, és azzal boldog egész évre, mert karácsonyra megvolt az ebéd vagy a vacsora, akkor bizony nekem nagyon komolyan be kell a cárversenybe kapcsolódnom. Elképzelhető, hogy nyilván a vadaknak az ára, a feldolgozási költség és egyéb tényezők miatt picit magasabb szintű, mint a sertés vagy a marhahús alapanyagoké, de egy jó politikával, egy jó árpolitikával én azt gondolom, hogy akár egy vékony rúdárút, akár egy töltelékes árut, akár ad abszurdum egy szeletelt nyers hús vagy pácolt hús készítményt, be lehet hozni nagyjából abba a kategóriába, amiben a versenytársak vannak. Tehát gondolok itt például arra, hogy egy sima hétköznapi vacsorára mondjuk 1000-1200 forintért már 2 szelet kiválóan pácolt húst vagy hamburger pogácsát oda lehet adni a vásárlónak, nem fog belőle többet enni, másnap nem fog belőle enni, egyszerűen erre vagyunk beállva, de aznap meg tud bele vacsorázni egy jó kis körettel, és gyakorlatilag meg tudja fizetni, másnap is tud belőle venni, vagy ad abszurdum következő héten is tud belőle venni,
Tehát magyarul rá tudjuk szoktatni arra a fogyasztót, hogy bizony ez neki ott van a polcon, és egy reális választást jelent. Tehát magyarul kilóára vonatkoztatott árkategóriájában se legyen magasabb sokkal lehetőség szerint, mint mondjuk a konkurensei, de a kényelmi kiszerelésben pedig tényleg egy reális választást adjon, tehát mondjuk egy 25-30 dekányi húsért ne kelljen többet fizetni, mint hogyha mondjuk egy fél kiló sertéshúst kérne, vagy egy 70 deka sertéshúst kérne a boltban. Tehát egy ilyen választásra gondolok, amikor tényleg szeretnénk azt kapni, amit elképzeltünk, és tudjuk is biztosítani ezt. Ez nagyon fontos. Én ezt tartom a legfőbb célunknak, hogy ezt elérjük. Egyetértek, azt hiszem nem kell ahhoz gasztrománnak lenni, hogy elfogadjuk. Köszönöm szépen, én sok sikert kívánok ehhez a munkához, és bízom benne, hogy mielőbb beszámolhatunk arról, hogy elindul az üzem. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük mi is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!